Talán lehet az is egy szlogán, hogy nem hagytok senkit az út mentén. Egy korábban benyújtott és elnyert LIDER pályázatnak köszönhetően Zalai Egészségnapot tartottak Hévízen a termelői piacon. Az egésznapos rendezvény középpontjában olyan előadások, kerekasztal beszélgetések álltak, melyek mind a mozgással, az egészséges életmóddal hozhatók összefüggésbe. Reggel 9 óra óta folynak a programok, délután 5 óráig tart. Ennek volt egy első blogja, ahol az előadások voltak. Lesz egy középső blog, ami egy gasztrosóban valósul meg, és akkor a végén pedig mozgásformákat mutatunk be, tehát lesz kerékpár, lesz salsa, lesz aerobik és spinning. Hévíz és egészség. A két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ennek a gondolatnak a jegyében állították össze az egész napos program sorozatot. Az emberi szervezet mindenből következik, tehát csodálatos rendszer valójában. A rendezvény szerves részét képezte, hogy a megfelelő mozgásformák kiválasztására felhívják a figyelmet. Több más előadó mellett ebben nyújtott segítséget Vas Barna Rita gyógytornász, a tófürdő vezetője is. A mozgás az alapvető lételemünk, hogyha belegondolunk. Hogyha ezt leszeretném sarkítani, ugye van egészségtelen mozgás, ugye munkai ártalmak, civilizációs ártalmak következtében, illetve vannak az egészséges mozgásformák, és ez az, amit kellene a gyerekkortól az időskorig rendszeresen űzni, hiszen az életmódhoz hozzátartozik, és az életmód pedig 42%-ban meghatározza az egészségünket. A szakember hozzátette, egy jól megválasztott mozgásforma a prevenció fontos része, ma már pedig szakavatott segítséggel mindenki megtalálhatja azt, mely korosztálytól és egyéb egyéni állapottól függően neki megfelel. Az egészségnaphoz a helyszínválasztás sem volt véletlen, hiszen a piacon megbízható forrásból őstermelőktől szerezhetünk be olyan élelmiszereket, melyek egészséges életmódunk kiegészítő elemei lehetnek.